A Yamaha marha jól kufárkodik a soros 2-es, soros 3-as, 700-as és 900-as blokkjával. Ugye ismeritek az MT-07-et, az MT-09-et, ezeknek a túra endúrós verzióit, a trészereket, a 07 trészert, 09 trészert, és a Yamaha úgy gondolta, hogy ha már egyszer ilyen jó felhasználható blokkot csinált, akkor jöhetnek sorba a motorok, mint például az XSR 700, amiből van 900-as verzió is. Erre a motorra ránézel, és nem tud eldönteni, hogy ezt most valaki építette valami régebbi fajta motorból, vagy ez így gyári, ahogy van. Hát elmondom nektek, hogy azért az első ránézése nekem az jutott eszembe, hogy ültek a japánok a tervező irodába, be voltak már szakézva, aztán elkezdtek dumálni meg ugratni egymást, hogy nem mersz olyan tervet letenni a főnöknek, hogy elkerekedjen a szeme. És mit mondott a kicsi japán? Na fogd meg a szöllőmet, megmutatom! És ez lett belőle. És miért mondom ezt? Hát nézd meg ezt az ülést, honnan ismerős? Esküszöm, hogy NDK-ból megvettek egy 10 000 darabot, még a Simpson gyárból, és szerintem az üléssel kezdték az egészet, hogy megkaptak 10 000 darab Simpson ülést, aztán valamit rajzoltak köréje, és egy egész pacekos motor jött ki, igazából egyáltalán nem hasonlít a mostani motorokra, hogyha fölülsz rá, akkor ilyen megdöbbentő az ülés pozíció egyébként, marha magasan van az ülés, lenn meg a kormány, tehát nagyjából azért inkább ilyen naked bike-os feelingre számít az, hogyha így ránézel a motorra, mert nem tűnik olyan hú de magasnak az ülés a kormányhoz képest, mégis mondjuk én a GS 1002 BMW vagy 1250 teszt után hoztuk el ezt a Yamahát, és ráültem is az a... Azt a full fapad mindenedet, mit csináltatok ti ide? Hogy lehet így ülni egy motorom? Nálam volt egy hetet ez a motor, és szép lassan az embernek hozzászokik a segge ahhoz, hogy picit magasabban van a kormányhoz képest, meg az eddigi mostani divatos motorokhoz képest, és ami a tuti benne, hogy nem azt nézed, nem azt látod, hogy ez most egy nagyon szuper, nagy rugókkal megáldott motor, és mégis marha kényelmes a Simpson ülés miatt. Olyan vastag, mostában az ülések ilyen vastagok kb. Ezt nézd meg, ez ilyen 15 centis, úgyhogy akármilyen szírszar úton megy vele az ember, a segged ilyen hú de marha jól kényelmesen kirugózza ez a fasz a kis Simpson ülés. Marha kíváncsi voltam, hogy az MT-07-be épített soros 2-es blokk valamilyen változtatáson keresztül ment el, elvettek-e belőle lóerőt, vagy változtattak a váltó meg a lánckerék áttételen. A képzésen pont volt egyik nap egy MT-07-es, úgyhogy megkértem a tulajdonost, hadd nézzem meg, 117-et megy 2-esben az MT-07, ez meg ugyanannyit, úgyhogy nem változtattak rajta semmit. Azt megsúgom, hogy nem ez a motor lesz az, amivel elkezdesz száguldozni. Tehát ez a motor nem visz bele a rosszba, az tuti. Szélvédelme az semmi, tehát azt felejtsd el. A utazó sebesség, ami azt mondod, hogy így elcruisingolsz vele, az nagyjából ilyen 130 környéke, mert onnantól kezdve így, ha hülye jacket van, tehát erre nem szabad fölvenni textil jacket, aminek széthúzod a szellőzőit, a nyári szellőzőit, mert úgy nézel ki, mint egy ilyen patogatott kukorica a mikróba, amikor már 2 perce be van, hogy így, illúzió romboló leszel így. Vegyél rá egy marha jó bőrjacket, és az faszán rápasszol a testedre. Igazából ennek a motornak a motorozási feelinge, a, nem tudom, láttátok-e a Cseh egy motoros naplója, Che Guevarának a korai éveiről szól. Nagyjából az a film jutott eszembe, hogy mikor mentem ki Zsámbék felé a képzésre, mentem az erdősávra, akkor így úgy éreztem, hogy most vagyok ott, hogy én így belemotorozok a naplementébe, nem érdekel a száguldozás, és ennek a motornak valóban van egy olyan feelingje, hogy ettől nem várod el, hogy marha gyorsan menjél vele, hanem csak az, hogy szépen utazzon, fújjon a pofádba a szél, és így nagyon kellemes, durozsoló, kipufogó hangot hallasz, azt mindjárt megmutatom majd, és igazából így nem érdekel semmi, csak élvezed azt, hogy motorozol.
Végre egy olyan motor, ahol a gyártó foglalkozik az akusztikával, és nem rontják el, nem hallod azt a soros kettes hangot, mint a bereket tücsök, hanem, mert mondjuk, hogy nem a torkával csinálja, hanem a hátsó lábaival, azt hiszem, hogyha jól látom a National Geographicon. A lényeg az, hogy egy mini kis Akrapovics olyan gyönyörű hangja van, hogy én soros kettestől ilyen gyönyörű hangot, mint ennek a kipufogónak még nem hallottam. Végre élvezhetővé tették a soros kettest, mert azért valljuk be, a soros kettő, soros három, a soros három úgy olyan hangja van, mint egy ilyen lyukas kipufogós Warburgnak vagy Barkasnak, a soros kettesnek még silányabb, hogyha sima gyári kipufogók vannak rajta, de ezzel marha nagyobb dobtak. Ez ultra köszönet, hát ugye igazából hogy szokták mondani ezt? Hangszergyártó, tehát a hanghoz értenek, hát erre meg is csináltak, ide beletették a hangszertudásukat. Az NDK-s feelinget követve, mikor láttál motoron utoljára teleszkópon ilyet? Porvédő gumi. Csak azért, hogy klasszikus legyen a kinézet. Megláttam is utoljára 250-es RTZ-n láttam ilyet. De most mit mondjak? Hát, hogyha hasznos, akkor hasznos. Amit viszont sajnos mocskos mód feláldoztak, és nem szabadott volna a design oltárán, hogy a fotókon jól nézzen ki, ezzel a offroad jellegű, de mégse offroad, meg mégse igazi utcai gumival. Ez biztos, hogy a hangulatos képeken, meg a megkomponált képeken marha jól néz ki, de két dolgot marhán elront a motoron. Nagyobb sebességnél elkezd inogni a kormány. Nincs olyan, hogy elengedett 120-nál meg 110-nél a kormányban integetsz a motoros társaknak, mert így libeg a kormány a kezedbe folyamatosan, mivel nem teli a minta, ezért nagyobb tempónál már nem tudja egyenesen megvezetni a kereket, és aminek a veszélyességi faktor az az, hogy ha van egy agresszív fékezésed, mert egy vészfékezésed van, akkor bizony ez kúszik. Én meg is szívtam vele, van rajta ABS, mert ugye kötelező, aztán egy ilyen lendületesebben utalértem egy kamiont, benéztem, na mondom, még a kanyar előtt beférek, ráfékeztem egyet, aztán nem úgy fékeződött a motor, igazi olyan húzós fékezés lett volna, aztán bementem a kamion mellé igazából, és nem volt más választásom, mint húzni egy gázt, mert a kamion észrevette ezt, a kamionos elkezdett fékezni ő is, szembe megjött egy másik kamionos, úgyhogy az volt a mákom, hogy ketté húzottak, elengedtek, megköszöntem nekik, de nem volt egy varha jó érzés. Elmondom nektek, hogy becsírom a féket, és arra számítok, hogy határozottan egy határozott ponttal meg fog állni, aztán a motor meg igazából így elengedte az ABS, mert ugye csúszott volna, mert nem volt akkor a felület tapadás, úgyhogy én azt mondom, aki ilyen motort vesz, akkor marha jó fotózza meg, jól néz ki a gumi, aztán dobja le róla, ütessen bele virágot a kertbe, vagy adja el valakinek, majd a gyerekek leégetik valakik, akinek ilyen méretű gumi kell a motorjukra, de tegyetek rá normális, hagyományos futófelületi mintázatú gumit, rengeteget fog javítani a motornak az egyenes futásán, a nagyobb sebességű stabilitásán. Kipróbáltam valami ultra sík úton nagyobb tempónál, a végsebességet nem értem el, mert 160-170 körül a legsimább úton is elkezd annyira inagni a kormány, amit egyértelműen a guminek a számlájára lehet írni, úgyhogy csere. Tehát azt mondom, ilyet veszel, ilyen motort, ezt dob le róla a francba. Szerencsére ez megoldható, ez a probléma, úgyhogy nem a motor kárára irandó, hanem a hülye marketingesekére, meg a küllem dizájnosokére, hogy ráerőltették igazából a mérnökökre azt, hogy legyen ilyen gumi, higgyétek el, jól fog kinézni. Ki nem szarja le az első, mindig a hasznosság, a biztonság. Veszel egy normális gumit, és fényéveket fog javulni a motornak a használhatósága. Nagyon pontos, nagyon precíz, marha jó gázreakciója van ez a soros kettes, ugyanúgy, ahogy az MT-07-ben, meg a 07 tracerben, bök mind az állat, visz mind az állat, tehát marha jól le lehet forgatni, rövid a váltó átejtelezése, és 1, 2, 3, 4, 5, csak úgy fogynak a fokozatok, és van benne erő mindenhol. Alul, középen, fölül, másodikba, harmadikba, negyedikbe,
untig, előzésekhez, mindenhez marha jó erő van. És ez az akusztika, ami jön ebből a kipufogóból, nem tudtam megunni sok-sok napon keresztül, hogy ahhoz képest, hogy úgy álltam ehhez a motor hozzá, hogy édes Istenem, éljen már túl ezt a pár napot, aztán valami normális motoron üljek, hát azt mondom nektek, hogy meg lehet szerezni, meg szeretni ennek a motornak a feelingét. A kinézetről már csak egy, mert ugye engem aztán a kinézet aztán annyira nem érdekel. A legelején próbáltam föltenni a tanktáskát, és nézem közelebbről, nézem, miért nem tapad rá. Ó, mondom, hiszen ez egy ilyen, nem látni a telefonomon, csiszolt alumínium tank. Azt a mindenségét, micsoda menőség. Hát persze, hogy műanyag, de ettől függetlenül a dizájnt úgy csinálták meg, mint hogyha alumínium lenne, megcsiszolva és lelakkozva, mint a régi motorokon. Még egy apró dolog a dizájnról, akinek tetszik az, hogy kicsit egyedi megoldásai vannak egy motornak, marha jól néz ki a hátsó lámpa, kis ledes, igaz, hogy múltkor a képzésen valaki azt mondta, hogy úgy néz ki, mint egy ifa tolatólámpa, de egyébként nem. És marha jól megoldották a műszerfalat, ilyen kis cuki, olyan, mint egy ilyen hombárabb karóra, pont azokat a dolgokat mutatja, amire szükséged van, és végre nem ugyanúgy néz ki, mint az összes többi, hogy megveszitek a egyen dizájn, megveszik a gyártók, és akkor ráteszik, hanem figyeltek egy kicsit arra, hogy passzoljon a motornak a feelingjéhez, a dizájnjához. És hogy kivegyen ilyen motort, hát én azt mondom, hogy ez abszolút kezdő motor. Ezzel lehet gyakorolgatni gumicsere után, tehát lecseréljétek a gumit, megfelelő erő áll a rendelkezésére, 180-at zokszó nélkül megy, a gyorsulása az tökéletesen elég ahhoz, hogy kezdő motorosként odaversz neki 2-3-4-be, akkor még soknak is fogod érezni, hogyha nem olyan nagy seggű a nőd, akkor el is fér ott hátul, hogyha nagyobb valogó, akkor ne ilyen motort vegyél, mert akkor le fog rólni róla, vagy a hátsó lámpán fog ülni, aztán letöri, vagy ne vigyél senkit, vagy ismerkedjél úgy, hogy leméred centivel a körfogatát, hogy mekkora valag, és egyébként két személlyel is marha jól lehet cruisingolni, kipróbáltam vele a városba, itt-ott-tamott, abszolút jó, vihető motor.